Még nem érte fagy az élő virágokat minden szentek óta, így azok a ködös időben is jól mutatnak a nagykálói temetőben. Két hónapon belül a sírkert központi része is szebben mutat majd, a hét elején kezdték meg a ravatalozó és az ahhoz tartozó kápolna felújítását. Az épület kívülbelül megújul, és ami még fontosabb, energetikailag is korszerűbb lesz. Homlokzatát hőszigetelik, glettelik és újra festik, új fűtési rendszert telepítenek, új héjazatot kap a tető, a kinti területen pedig egy fedett részt is kialakítanak, aminek köszönhetően a temetésekre kilátogatók az esőtől is védve lesznek. Azt gondolom, hogy mindenki tapasztalta már, hogy előregedett az épület, ugye a nyílászárók és egyéb dolgok, úgyhogy ezeket vettük sorba, és mégis ezek kerülnek most kiküszöbölésre. Új nyílászárók kerülnek az épületbe, teljes hőszigetelést kap, új tetőfedést, mind a kettő a nyári és a ez általános ravatalozónk is, illetve itt, ahol állunk, nagyjából fel fog épülni egy fal, aminek a szerepe lényegében egy árnyékoló, illetve egy fedett várakozózást tesz majd lehetővé. Ez a kicsit ilyen urna falra hajazó építmény. Ugye itt most csak a természetes fedés, ugye a fa az, ami árnyékot ad, illetve az eső ellen védett, illetve az esernyő, most ezen próbálunk majd segíteni, így az idősek is fedett helyen tudnak majd leülni, és a ravatalt ugye végig figyelni, vagy emlékezni a halottakra. A ravatalozó felújítását a város hazai forrásból valósítja meg. Az ebből a támogatásból megvalósított fejlesztéseknek ez már a harmadik üteme Nagykálóban, az év korábbi szakaszában ugyanis két belterületi utat is fel tudtak újítani. Idén a kormánynak volt egy ilyen segítsége, a települések, városoknak a nyújtott egyedi támogatást, ugye ebből valósult meg a Hunyadi út, illetve Kállai Miklós útnak a útburkolat felújítása, és ez a ravatalozó felújítás december 31-ig ennek készen kell lenni. Maga a munkálat összetett, de sokrétű, így hál' Istennek a különböző szaknemek tudnak egymástól függetlenül is dolgozni rajta, úgyhogy én azt gondolom nem lesz akadály ennek, hogy elkészüljön. A munkálatok végéig a temetéseket a nyári ravatalozóban végzik majd. A ravatalozó épületének és környezetének felújítása több mint 80 millió forintból valósul meg.